Tovább hagytuk fönn, és akkor ilyenkor, hogy olyan időjárás van, akkor megrepednek a bogyók. Az utolsó szüretek zajlanak Balaton lele határában. A bujdosó pincészet ezt a muskotájt nem az időjárás miatt szedi később, hanem mert így készíthető belőle a Tokajhoz hasonló édesbor. Tokaj hegyalján, és ez a legfinomabb muskotáj, ami a muszkátlünebből készül, és hát mi is ezt próbáljuk itt egy kisebb mennyiségbe, de jó minőségbe szüretelni. És azért legkésőbb, mert rajta hagyjuk egy hónappal tovább, mint amely már az eredetileg leszületeltünk. A töppet szemek édes ízt és kiváló savakat rejtenek, de ez a jellemző a többi fehér szőlőre is, mondja Bujdosó Ferenc borász. A nagyon meleg március az már előrevetítette, hogy itt hamar fog a szőlő fakadni, gyorsan fog virágozni, és aztán hát ez be is igazolódott. Talán a virágzásnál volt egy kis olyan bizonytalanabb időjárás, ami elnyújtotta a virágzást rengeteg fajtánál. Ez azt jelentette, hogy a szüret időpontban heterogén fürtöket lehetett találni, tehát volt, ami már egészen érett volt, és voltak, amelyek a későbbi virágzás miatt nem voltak annyira érettek, ami egyébként még pozitív hatása is lett, mert hogy hát ugye a savak így megmaradtak, tehát viszonylag érett szőlőket jó savakkal tudtunk szüretelni. A többi fehér szőlő leszüretelését július 30-án befejezték. Kiváló évjárat a 2024-es, mondják a szakemberek. Emellett a Balaton déli részén fekvő ültetvényeken a mennyiségre sem lehet kifogás. Mi nem panaszkodhatunk, tulajdonképpen az a csapadék mennyiség, ami a vegetáció elején lehullott ide a Balaton régióba, az azt gondolom, hogy persze talaj fajtától függően, de a mi területeink zömében jó víztartó területeken, jó kötött talajon vannak az ültetvényeink. Ezekben a napokban minden területen végeznek az utolsó fajták leszüretelésével, ilyenkor általában a piros fürtökkel dolgoznak az ültetvényeken.